mozgásban maradni. Egészség utcába várták a családokat szombaton Békés Csabán. A prevenció jegyében futás a nőgyógyászati daganatokkal küzdőkért. Élet és irodalom. Kerek évfordulókat ünnepelt Banner Zoltán és Elek Tibor. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több beruházást is felfüggeszt a kormány Békés megyében, derült ki az Építési és Beruházási Minisztérium által nyilvánosságra hozott listából. A kormány az orosz-ukrán konfliktus miatt kialakult energiaválságra hivatkozva mintegy 2100 milliárd forint értékben állít le különböző projekteket. A mintegy 270 elhalasztott beruházás között szerepel például a 44-es számú főút, illetve a Körösladányt Gyomaendrőddel összekötő út 2022-re és 23-ra ütemezett felújítása. Az M44-es gyorsforgalmi út esetében egyelőre nem épül meg a Kunszentmártoni csomópont. Nem kezdődik el Gyulán a járásbíróság és az ügyészség épületének felújítása sem. A tervek szerint a beruházásokat nem állítják le teljesen, de várhatóan 2025 előtt egyik esetben sem indul el a kivitelezés. A kormány 25%-os gázfelhasználás csökkentést írt elő az állami intézmények és gazdasági társaságok részére, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn. A döntés részeként október 1-től a hőmérséklet nem haladhatja meg a 18 Celsius fokot az állami intézmények helyiségeiben és tereiben. Ez alól kivételt képeznek az egészségügyi, a bentlakásos ellátást nyújtó szociális és a gyermekvédelmi intézmények, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények. A köznevelési és a szakképző intézményekben legalább 18 Celsius fokot kell elérnie a léghőmérsékletnek, a 14 év alattiak oktatásának helyet adó köznevelési intézményekben pedig legalább 20 Celsius fokot kell biztosítani. Minden az egészséges életmódról, a sportról és a családról szólt szombat délután Békés Csaba főterén. A Békés Csaba Városi Nagy Családosok Egyesülete 8. alkalommal rendezte meg az Egészség utca elnevezésű programot. A borús időjárás ellenére élettel telt meg a Szent István tér szombaton délután. Az érdeklődők mintegy 25 standnál próbálhatták ki a különböző mozgásformákat, valamint tekinthették meg az alternatív gyógymódokról szóló bemutatókat. A kínálatban szerepeltek különböző egészségügyi mérések, de a kilátogatók egészséges ételeket, többek között fekete fokhagymát is kóstolhattak, amely számos jótékony hatással rendelkezik. 8-10-25-szörös hatóanyaga van a fehér fokhagymához képest, tehát a kálcium tartalma 7-szerese, antioxidáns tartalma 10-szerese, vérnyomás csökkentő és vérnyomás szabályzó hatása van, tehát úgymond nem csökkenti, nem növeli a vérnyomást, hanem szabályozza a vérkeringést, és így ezáltal úgymond normális, tehát értisztító hatása van. Egészség, sport és család. Ez volt a 8. alkalommal megrendezett Egészség utcai elmondata, tájékoztatott Leléni Sás Mária, a szervező egyesület elnöke. Számunkra nagyon fontos az egészség. Ugye a gyermekeinknek ezt kell közvetítsük a jövőben, hogy egészségesen kell, hogy éljünk, egészséges életmódban kell éljünk. Ez mind által az egészséges élelmiszerekre és az egészséges testmozgásra is rávilágítva. Nagyon sok kiállítót hívtunk, többnyire sporttal és egészséges ételekkel kapcsolatos kiállítók van, de nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy játszunk. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, akiket arcfestéssel, ugrálóvárral vártak, de elkészítettek nekik egy manófalvát is. A résztvevők továbbá a főtéren elhelyezett színpadon több bemutatót is megtekinthettek. Idén is megrendezték Szarvason a Körös körül a Körös körül elnevezésű futófesztivált, amelyen közel 350 futó és 40 csapat vett részt. Az eseményhez a daganatos prevenciót a zászlajára tűző Májva Virág Alapítvány is csatlakozott. A rajtszámok felvételével indult a program vasárnap délelőtt a Vízi Színház színpadán. A futófesztivál idén összekapcsolódott a nőgyógyászati onkológia világnapjával.
Babák Mihály Szarvas polgármestere az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta. És úgy gondolom, hogy az egészség szükséges ahhoz, hogy biztonságban legyünk, a jóság adja neki, hogy háború nélkül éljünk, és legyünk boldog magyarok Európában. Jó versenyzést, jó egészséget kívánok, és hálás vagyok, hogy itt vannak önök velünk együtt. Ünnepeljük ezt a napot. Köszönöm szépen! A méhnyakrák megelőzéséért és a nőgyógyászati daganattal érintettek támogatásáért létrejött Májva Virág Alapítvány, a Májva Virág Pontok Stafétája elnevezésű kezdeményezéssel csatlakozott a futóversenyhez. Nem tudtam a tüneteit, nem hallottam róla, és azt sem tudtam, hogy mit tehettem volna meg másképpen, hogy ez ne így alakuljon. De szerencsés vagyok, mert itt lehetek ma. Önök között és veletek. A Májva Virág Alapítvány és a Májva Virág Pontok azért dolgoznak, hogy mindenki tudjon arról, hogy a méhnyakrák egy megelőzhető rákos megbetegedés, tudjuk a lehetőségeinket. Az alapítvány, igazodva az európai országok gyakorlatához, a világnapi eseményhez csatlakozva, szabadtéri közös sportolással, beszélgetésekkel és színes programokkal hívta fel a figyelmet a megelőzésre, a korai felismerésre, valamint a kezelés lehetőségeire. Magyarország kormánya megelőzés szándékával vezette be 2014-ben az ingyenes HPV elleni védőoltást is. Bár az átoltottság szerencsére évről évre egyre inkább nő, még mindig vannak, akik nem merik beadatni gyermeküknek a biztonságot jelentő vakcinát. Az ezzel kapcsolatos tévhitek eloszlatásáért rengeteget tett eddig is a Májva Virág Alapítvány, és tesz most is például ezzel a rendezvénnyel. A futók több táv közül választhattak. 7, 14 vagy 21 kilométeren mérethették meg magukat. Almából készült el a Nemzeti Összetartozás pálinkája szombaton a Gyulai Pálinka Fesztivál záró napján. A különleges nedűt ebben az évben hazai almapálinkákból és határon túli magyar területekről érkezett almapárlatokból házasították az Almási Kastély Stefánia szárnyában. A fesztivál szervezői a 2018-ban induló kezdeményezéssel kettős célt tűztek ki maguk elé. Egyrészt szerették volna hangsúlyozni a hungarikumnak számító pálinka fontosságát, másrészt szerettek volna hozzájárulni a nemzeti összetartozás érzésének erősítéséhez. Úgy gondoltuk Barabás Attila úrral, hogy kell nekünk létrehozni valamit, ami a pálinka kapcsán majd hoz egy olyan eseményt, amire mindenki odafigyel, határon innen, határon túl. Azt szerettük volna, hogy legyen egy olyan szimbólum, amire majd az unokáink is büszkék lesznek. A Magyar Pálinka Lovagrend elnöke felidézte, hogy a pálinka idén már 700 éves. Egy pozitív imáshordozóvá tud válni a pálinka is. A pálinkában benn van a történelmünk, a pálinkában benn van a kultúránk, a pálinkában benn van a jelenünk, a gasztronómiánk, mindenben van a pálinkában. A pálinka ma hungarikum. Gyula polgármester elmondta, a fesztiválon az idei év gyümölcse az alma, és a nemzeti összetartozás pálinkáját ennek megfelelően almapálinkák és párlatok összeöntésével készítették el. Pomona sugallhatta e döntést, hogy az alma legyen az idei év gyümölcse. Ki volt Pomona? Pomonában az ókori rómaiak a fántermő gyümölcsök és a gyümölcsös kert művelésének istennőjét tisztelték. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Gyulán 22 évvel ezelőtt rendeztek először Kisüsti Pálinka Fesztivált. Óriási minőségi változás jelentett az, amikor Bora Imre, nagy vállalkozó, belépett ebbe a körbe, megvásárolta ezt a jogot, és egészen más alapokra helyezte, anyagilag, erkölcsileg és minden egyéb szempontból a pálinka kérdését. Időközben a pálinka a Csaba és a Gyulai kolbásza együtt hungarikum lett, azért ez egy nagy előrelépés volt az életünkben. Páncél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke kiemelte, már a nemzeti összetartozás egy erős, színes szövetté vált, amiben a Nemzeti Összetartozás pálinkája egy erős szövetszál. Az államnak a legfontosabb feladata, hogy a nemzet
megmaradjon. Megmaradjon a nemzet minél jobb erőben, hogy az a nemzet prosperáljon, a nemzet gyarapodjon. Ez a legfontosabb célja és küldetése minden államnak. A szervezők az esemény végén palackozták a nemzeti összetartozás pálinkáját, és ajándékba adták a jelenlévőknek. Teltház fogadta Rákász Gergelyt Pusztaföldváron szombat este. Az orgonaművész koncertje során többek között az orosz-ukrán háborúra is kitekintett. Pótszékekkel is várták a látogatókat Pusztaföldváron, a magyarok nagyasszonya templomban szombat este. Rákász Gergely orgonaművész úgy fogalmazott, számára fontos a közönség lelki világa, így egyik célja az, hogy a zenével segíthessen. Egy részére a koncertnek 30 éve készülök. Arra, hogy ma mi történt reggel óta. Az étrendem olyan volt, a sport olyan volt ma reggel, az izmaimat úgy melegítettem be ma reggel. Vannak részei a koncertnek, amire egy éve készültünk. Tehát az, hogy néz ki, mi a koncepciója, miről fogok beszélni, amit aztán átírt a háború. Mert attól lett aktuális, és lesz aktuális ez a mai koncert, hogy reflektálok benne a most történő dolgokra is. Az orgonaművész kiemelte, a koncertsorozat 6. évadában a hangszer a show arcát mutatja. Rákász Gergely elsőként a gladiátorok indulójával az ókori Róma cirkuszaiba kalauzolta el a megjelenteket. Az orgonaművész fontosnak tartja a fiatal tehetségek támogatását a zenei pályán a saját nevét viselő alapítványával, amely határon túli kistelepüléseken élő magyar közösségeknek szervez hangversenyeket. Pusztaföldvárra is érkezett egy tanítványa, aki az alapítvány segítségével több helyre is eljutott már. Harmonika nem annyira a komoly zenei oldaláról ismert, ám az ilyen koncerteken nagyon jól be tudom ezt mutatni, és ezek mellett még lehetőségük van különböző koncerteken játszani, többek között Erdélyben is voltunk, ahol olyan gyermekeknek és olyan vagy akár felnőtteknek is olyan embereknek mutathattuk meg a zenét, maga a klasszikus zenét, akik talán sose láttak ilyet, és ez hatalmas öröm számomra. Rákász Gergely legközelebb, szeptember 22-én lép fel a Pécsi zsinagógában. A békéscsabai irodalmi élet két meghatározó alakja kerek évfordulókat ünnepelt. Banner Zoltán a 90. Elek Tibor pedig a 60. születésnapját töltötte be 2022-ben. A Bárka szerkesztősége könyvbemutatóval egybekötött beszélgetésen köszöntötte a két szerzőt. Sok érdeklődő ellátogatott hétfő este a Bárka legújabb könyvbemutatójára, ahol Banner Zoltán, Téli kertek és Elek Tibor Szerelmem Erdély című köteteit hozták közelebb az olvasókhoz. Egy évtized lezárása és egy új kezdete mindig jó alkalom a visszatekintésre. A 90 éves Banner Zoltán könyve kapcsán elmondta, hogy abban az elmúlt évtized költéseit rendezte kötetbe, hogy ezzel köszöntse magát és az olvasókat. Egész pályámat kamaszkoromban költőként kezdtem. A történelem térített más műfajok felé, amiket szintén élvezettel és meggyőződéssel végeztem. Közben volt költészet is, de az utolsó 30 évben aztán még több költészet. És főleg az utolsó 10 évben, amikor már visszatértem egy kicsit a ifjúkoromhoz, hogy merítsek még egy kis energiát a feladataimhoz, amiket még kapok azért. Elek Tibor új könyve több évtizednyi munka eredménye. A szerző egyetemista kora óta a 80-as évektől kezdve foglalkozik az erdélyi magyar irodalommal. Most a 60. születésnapomhoz közeledve, amikor elgondolkodtam, hogy milyen kötetet állíthatnék össze, akkor arra gondoltam, hogy pont ezekből az írásaimból, eszéimből, tanulmányaimból, kritikáimból kellene egy válogatást, mert ez annyira hangsúlyosan végigkísérte az egész pályámat, hogy az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi évtizedben fontosabb írást, amit írtam, az kimondottan csak az Erdélyben születő magyar irodalommal foglalkozott. Az est folyamán Farkas Velman Éva költő és Erdész Ádám történész kérdezték az ünnepelteket, akik így érdekes történeteket osztottak meg a jelenlévőkkel.
Az NB3-ban szereplő FC Nagykanizsa otthonában lép pályára, a Békés Csaba 1912 előre, a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, derült ki a hétfő esti sorsoláson. Brulás Gábor csapata a hétvégén a szegedi VSE elleni 4-0-ás sikerrel mutatkozott be a sorozatban, míg a harmadosztályú rivális már 3 sikeres párharcon van túl. A két együttes legutóbb a 2017-18-as kiírásban találkozott egymással, akkor a csabaiak a 8-döntőben 2-es győzelemmel jutottak tovább, idegenben 3-1-re, hazai pályán pedig 1-0-ra nyertek. A sorsoláson eldőlt, hogy a címvédő Ferencváros Iváncsár utazik. A legizgalmasabb mérkőzést pedig két élvonalbeli csapat, a MOL Fehérvár FC és a Puskás Akadémia vívhatja. Az idei sorozatban az előző szezonhoz hasonlóan egy mérkőzésen dőlnek el a párharcok. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!